a ti kapcsolatotoknak, a ti családotoknak a társas dimenziója. Szeretném, hogyha ez bizonyos értelemben zárva maradna a kisunoka előtt. Mert emlékezz, hogy milyen kínos volt, amikor 3 generációval ezelőtt téged elvittek a Manci nénihez, meg a Juci nénihez, ottan produkáltattak. Úgyhogy ezt inkább majd egy kicsit később, egy egészen más értelemben, de most ezt hagyjuk ki. A megélhetés dimenzió viszont, mivel már föllazult, tehát te közel vagy a nyugdíjhoz, kevésbé fontos a nagyon hatékony tevékenység, ugyanez van a gondoskodás dimenzióval, tehát az a szülő egy az ráér, és hogyha most a kisunokáddal csak 7 sort tudsz fölkapálni a 8-ból, akkor hát egy majd marad holnapra, úgyis megroppant a derekad. Tehát a gondoskodás dimenziót azt, és a megélhetés dimenziót azt teljesen újra kell fogalmazni. Nagyon fontosak egy kiskölyöknek, hogy ő lássa ezeket a felnőtt tevékenységeket, de most már ne csak lássa, mint amikor olyan pici volt, hogy még csak lesni tudott, hanem részt vegyen benne. És most mondok valami olyat, hogy lehet, hogy le kéne állítani, hogy jól hallod, akkor nem hallod. Na várj, szóval nagyon fontosat mondok. Amikor a gyerekek játszanak szerepjátékokat, akkor ők ezt csak kinyugban teszik. Mert a gyerek nem azért játszik orvososdit, mert orvososdit akar játszani, hanem azért játszik orvososdit, mert ő doktor bácsi akar lenni ott abban a játékban. Azért játszik buszvezetősdit, mert ő vezetni akarja azt a buszt. És azért játszik versenyautóst, mert ő versenyautózni akar. Tehát ha te azt mondod, hogy jaj, de jó, jön az unokám, és akkor most félreteszünk mindent, és akkor azt fogod ki a vitorlájából azt a szeret, amire ő igazán vágyik. Elmondom, hogy hogyan tudtok igazán vitorlázni.